Hát elsősorban azt tölt el büszkeséggel, hogy ez a kötet aféle breváriummá vált itt a szerkesztőségben. Kartag Nándor életének utolsó periódusában is aktívan részt vett a Vajdasági RTV magyar szerkesztőségének munkásságában. Szívén viselte a fiatal újságírók sorsát, folyamatosan tanácsokkal látta el, tanította őket. Rengeteg műsor megindítása, rengeteg műsor fűződik a nevéhez. Közvetítések. De ma, amikor a tévében találkoztam más szerkesztőségekből halló emberekkel, mindenki azt mondta, hogy jó ember volt. Az elhunyt vajdasági újságíró a terepen és a vágószobában is egy életen át alapos munkát végzett, mondják a kollégák. Kartaggal is mindannyian elveszítettünk valamit, egy barátot, egy szelíd, megértő főnököt, egy szerény alkotó embert. Ő lehetett volna a legjobb műfaj ismeret vagy stilisztika tanár. Megírhatta volna a szocializmus kultúrájának legjobb monográfiáját. De sajnos az ügyelet véget ért. Kartag Nándor mindig ügyelt arra, hogy értékeket közvetítsen a munkájával, és ne csak a nézőket, hanem a teljes magyar közösséget szolgálja, mondta Szakács Áron, a Vajdasági RTV magyar nyelvű műsorainak felelős szerkesztője. Most már elmondhatjuk, hogy ez maradéktalanul sikerült neki. És tényleg a vajdasági magyar televíziózás atya volt. Atyai gondoskodással követte nem csak szerkesztőségünk, hanem minden vajdasági magyar médium munkáját is. Kartag Nándor 1948-ban született Óbecsén, Újvidéken szerzett egyetemi diplomát. Írt a Képes ifjúságnak, bemondó volt az Újvidéki Rádióban, majd a televíziónál folytatta pályáját. Nyugdíjazását követően is a Vajdasági RTV munkatársa volt.